A BKK 2017-ben dinamikus videóban mutatta be a 2-es metró Deák téri állomásánál az elektronikus beléptetőkapu rendszerét. A Deák téri beléptetőkapuk nyílását egy évvel későbbre ígérték, ám a rendszer azóta sem működik, ahogyan az elektronikus jegyrendszer sem valósult meg. A szerződést 2014-ben Vitézi Dávid, a BKK akkori vezetője írta alá. Karácsony Gergely szerint ekkora kárt egyetlen aláírással talán még soha senki nem okozott Budapestnek. A főpolgármester úgy látja, a korábbi vezetés nem megfelelő céget bízott meg a munkával. Ez a projekt nem a tendereztetés idején csúszott félre, nem a szerződéskötéskor csúszott félre. Ezt már a korábbi BKK vezérigazgató mondja. Vitézi Dávid kiemelte, a kiválasztott német hongkongi cég ugyanazt a rendszert sikerrel megcsinálta Hollandiában. Vitézi úgy látja, ha 2014. decemberében Tarlós István javaslatára nem váltották volna le őt a BKK éléről, az elektronikus jegyrendszer már rég működne. És akkor a vendégünk a volt közlekedési államtitkár Vitézi Dávid, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Elég sok a ha, ugye nem tudjuk így utólag, hogy önnek ebben a történetben igaza lenne, és ugye úgy fogalmazott egy hosszú posztban, hogy a felkészült és korrupciós befolyásoktól mentes megrendelő kellett volna. Hol érzékelt korrupciót? Feljelentés is történt ez ügyben, Tarlós István maga tett büntető feljelentést, és én nem is tudom, hogy ez a nyomozás lezárult-e már, amiatt, hogy az utódom Dabóczi Kálmán, aki most egyébként sajátos módon épp az integritás hatóságnak az elnök helyettese, de ez egy másik történet, irányította ezt a beruházást azután, hogy én távoztam a BKK éléről, akkor történtek olyan megmagyarázhatatlan szerződésmódosítások 2016-7 körül, amelyek lényegesen előnytelenebb helyzetbe hozták a BKK-t, mint amilyenben az eredeti szerződés alapján lett volna. Egy nagyon egyszerű példán el tudom mondani. Ha valaki vesz egy számítógépet, akkor azt gondolja, hogy ott nem csak egy hardvert vett, hanem a bekapcsolja, akkor működik is. Na most ilyen volt az eredeti szerződés is. Azt írtuk elő, hogy hardvert és szoftvert csak együtt lehet átvenni. Ezt úgy módosították, hogy a hardvert külön is ki lehet fizetni, tehát egy számítógépet úgy is meg lehet venni, és semmilyen garancia nincs arra, hogy ha bekapcsolom, akkor lesz rajta egy szoftver, és az működni is fog. Ez nyilvánvalóan egy rossz döntés volt a BKK vezetői részéről, hogy ezt korrupció miatt tették, rossz projektirányítás, felkészületlen szakemberek miatt tették. Én ezt nem tudom megítélni, ezt az ügyészségnek kell megítélni. Az biztos, hogy az ország legjobb elektronikus fizetési, banki, közlekedési szakembereit hívtam a BKK-ba, hogy ezt a projektet irányítsák, és amiután engem a fővárosi közgyűlés felmentett a BKK éléről, őket is mind félreállították vagy kirúgták. Tehát nem volt meg a megfelelő szakértelem. Az elektronikus jegyrendszer projekt szerintem szükséges lett volna, most is szükséges lenne. Egy olyan szállítót bíztunk meg egy európai tenderben, egy német-hongkongi konzorciumot, akinek voltak már referenciái. Egyébként például a budapesti jegyautomatákat, amik 10 éve kiválóan működnek, ezeket a lilákat ők szállították, a svájci vasúthoz, meg az Egyesült Államokban, meg Ausztráliában sok helyre szállítottak, és például velünk szinte egy időben ugyanezt a rendszert a holland államvasútnak elkészítették. Tehát az a vád, hogy egy felkészületlen szállítót bíztunk volna meg, ez valótlan, és én azt gondolom, hogy az a referencia, amit a Futárnál mi bemutattunk. Ugye a Futár az a ma Budapest Go-ként ismert applikáció, a kijelzők az utcán, a megállókban, amik mutatják, hogy mikor jön a következő busz. Az az egész rendszer, hogy minden villamoson és buszon digitalizáltuk a forgalomirányítást és a járműkövetést, és bemondja az a női hang, hogy mi a következő megálló, amit a műholdas nyomkövetés biztosít. Ez egy ugyanolyan komplex informatikai projekt volt, mint a jegyrendszer, és sikerrel végigvittük. Tehát én erre alapozva állítom azt, hogy az a csapat, amit a BKK-ban irányítottam, képes lett volna az elektronikus jegyrendszert egy ilyen nemzetközi szállítóval megcsinálni, hogyha erre alkalmat. Mi a vitája abban Karácsony Gergellyel, hogy a már említett Budapest Go továbbfejlesztve, ahogy ő fogalmaz, átrángatta a közösségi közlekedést a 21. században. Mert hogy ott valóban QR kód, lehet jegyet venni, lehet bérletet venni, az eljegyrendszer ilyen alapon működik. Ugye ez egy állami QR kódos fizetési rendszer, amit a főpolgármester dicsér. Szerintem ez jó, hogy megvan, és ez valóban lehetővé tette azt, hogy mobiltelefonon keresztül lehet jegyet venni. Ez szerintem jó, és a Futár applikációra, amiről az előbb beszéltem, ez rá tudott épülni. De azért továbbra is megmaradtak a papíralapú jegyek és bérletek. Ezeknek az előállítási költsége is nagy, a hamisítási veszélye is nagy, ellenőrizni is nehéz őket. Illetve a másik probléma az, és ezt mindenki, aki utazik Budapesten tapasztalja, hogy a jegyérvényesítés nincsen digitalizálva. Ez mit jelent?
ugyan nekem a kezemben egy digitális jegy van, de a buszvezető a saját két szemével próbálja valahogy leolvasni, amit ott mutogatunk neki. Ezért is tart ilyen sokáig az első ajtós járatoknál, sokszor azért tart percekig felszállni, mert mindenki a QR kódot olvasgatja, én is ezt csinálom minden reggel. Néha percekig tart, vagy már hát percekig talán nem, de én egy percig tart, mire betölt az applikáció, följön az az ugráló mókus, amit meg kell mutatni. Tehát ez nem egy 21. századi rendszer. A 21. századi rendszer az, hogy mindenki oda csippant egy digitális leolvasóhoz, az világít zölden vagy pirosan, felszállok és utazom. Ezek nincsenek ma meg. Ma a buszokon, a villamosokon nincsenek digitális leolvasók, és elmondom, hogy ez az utasok számára is mér hátrány. Ugye egy olyan új bérletrendszerbe értünk márciustól, eddig is lett volna haszna, de ha most a mostani helyzetet nézzük, ahol nekem minden hónap elején el kell azt döntenem, hogy csak Budapesten fogok utazni, néha kimegyek Budaörsre vásárolni, és akkor megéri a vármegyebérlet, vagy elmegyek akár Szegedre, mert ha egyszer elmegyek ebben a hónapban Szegedre, akkor már megérné az országbérlet. Ezt nekem előre el kell döntenem, és sokszor nem tudom előre, hogy mit fogok csinálni, hova fogok utazni. Ha lenne digitális jegyrendszer, akkor meg lehetne azt tenni, hogy az utasoknak nem kell gondolkodni, mindig csippantanak, és aztán azt számlázza nekik majd a BKK, ami nekik a legjobb lett volna, hogyha országbérlet lett volna a legjobb, akkor azt, ha vármegyebérlet lett volna a legjobb, akkor azt, úgy ha pedig csak Budapestbérlet, akkor azt. Hogy erre a városvezetésének most az lenne a válasza, hogy ez egy olyan anyagi ráfordítást igénylő fejlesztés, amit most ebben a helyzetben, amikor minden nap a túlélésért küzdenek, nem tudnának létrehozni, befektetni. Az eredeti koncepciónk az az volt, hogy a jegybevétel növekedése ezt finanszírozná. Éppen ezért egy olyan európai hitelt kaptunk erre, az is határozta meg a tender feltételeit. Tehát egyébként az a vád, hogy mi nem tudom, rossz szállítót bíztunk meg, az valójában egy olyan kritika, hogy szabályosan jártunk el, hiszen volt egy európai banki tender, ahol előírták, hogy milyen alkalmassági feltételek vannak, milyen referenciák, és mi a legolcsóbbat megbíztuk. Most azt mondják, hogy miért a legolcsóbbat bíztuk meg, ha nem azt bíztuk volna meg, akkor ez lenne a kritika. Csak azt akarom erre mondani, hogy az a bank úgy adott hitelt, hogy azt a szakértői, akik Londontól Hongkongig ismerik azt, hogy ilyen jegyrendszerek milyen hatásokat tudnak elérni, azt mondták, hogy attól, hogy vannak metrókapuk és nem lehet blitzelni a metrón, attól, hogy többletbevételt generál egy ilyen rendszer, ez fönntartja önmagát, és egy olyan hitelt kaptunk, aminek lényegében az volt a koncepciója, hogy a többlet jegybevételekből a főváros plusz ráfordítása nélkül ezt finanszírozni lehet. És most ugye már van egy vármegye bérletrendszerünk, amiről most a legfrissebb számítás, ugye ön is megerősítette, ezt a reklámot beszélgetünk, hogy egy 10 milliárdos veszteséget jelent évente a fővárosnak. Ebben a helyzetben ezt hogy lehetnek igazdálkodni? Ezt a megállapodást... És ilyen beruházásokat létrehozni, megoldani, mint egy jegyellenőrzés. Szerintem az, hogy bár állandóan arról hallunk, hogy mindjárt sődbe megy a város, de az, hogy a főpolgármester egy olyan megállapodást kötött, amelyben hirtelen talált 10 milliárd forintot a fővárosnál, és egy végül is a városnak ekkora veszteséget okozó megállapodást azért aláírt, hogy az agglomerációból bejárók olcsóban tudjanak bejönni, hiszen... Egyébként mi más opciója volt? A vármegye, hát ezt nem tudjuk, nem voltunk ott a tárgyalóasztalnál. Hogy ön mit csinált volna ott ülve Lázár Jánossal szemben? Én elmondtam ezt elég hosszan egy podcast interjúban, most nem fejtenem ki nagyon hosszan, de szerintem azért lett volna itt még köztes megoldás. Az a minimum program kellett, hogy legyen Budapest bérlet és megmaradjon. Ezért itt a stúdióban is sokszor eljöttem, elmondtam, erre szükség volt. Szerintem ebben nincs vita. És ez nagyon fontos, hogy sikerült elérnünk, hogy a Budapest bérlet megmaradjon. Az, hogy a budapesti agglomerációban, tehát akik Pest megyében laknak, hogy számukra a vármegye bérlet minden további nélkül érvényes legyen Budapestre, tehát fele annyiért tudjanak ingázni Érdről vagy Szentendréről, hogy ezt a fővárosnak kell-e finanszírozni, vagy az államnak, ebben azért szerintem azt a kérdést föl lehet tenni, hogy ez tényleg a budapesti adófizetők dolga-e finanszírozni, mert most az a helyzet, hogy egy olyan megállapodás született, ahol a budapestiek adóbefizetései finanszírozzák azt, hogy olcsóbb legyen a vármegye bérlet a Pest megyéből ingázóknak. Szerintem ez a kormány feladata, ezt Lázár Jánosnak kellene finanszírozni. Na jó, de ugye most megint visszatértünk oda, hogy ahogy ön, úgy korábban, vagy most Karácsony Gergely sem tud Budapest javára előnyös megállapodást kötni Lázár Jánossal. Ebben mondjuk, ha ön megnyerni ezt a főpolgármesteri pozíciót, akkor hogyan ül le letárgyalni Lázár Jánossal, még ha teljesen rózsás viszonyuk lenne, ami nincs, ugye ezt tudjuk. Mielőtt egy ilyen kérdésbe beleszaladnék, azért azt hozzátenném, hogy nem döntöttem még ezt el. Ígérem, hogy március végéig végleges választ fogok arra adni, hogy elindulok ezen a főpolgármester választáson, úgyhogy olyan válaszokban nem kezdenék bele, amik erre a feltételezésre épülnek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény, hogy megmaradt a Budapest bérlet. Azt gondolom, hogy továbbra is szükség lenne elektronikus jegyrendszerre. Ezt attól függetlenül gondolom, hogy elindulok-e végül ezen a választáson, vagy sem. Ez a véleményem több mint 10 éve ez. Szükség lenne arra, hogy digitalizáljuk a jegyrendszert. Ez jó tudna lenni a mai tarifarendszer mellett is az utasoknak, és egyébként jó tudna lenni a BKK-nak is, hiszen egy sokkal jobb ellenőrzési rendszert és hatékonyabb működést tenne lehetővé. Szerintem erre szükség van.
És azért lássuk be, Karácsony Gergely úgy kezdte ezt a ciklust, akkor már lehetett tudni, hogy megbukott az előző projekt, hiszen még Tarlós István mondta fel a szerződést. Úgy kezdett bele ebbe a ciklusba a mai főpolgármester, hogy ennek a ciklusnak a végére működni fog az elektronikus jegy, ezt 2020-ban mondta. Ezt képest itt ülünk 2024-ben, 4 évvel később, és semmi nem működik. Az elektronikus jegyrendszerből egy darab jegykezelő nem került fel a villamosokra. Egész biztosan március 31-ig megtudjuk, hogy lesz az LMP jelöltje, ezt így ki lehet itt most jelenteni? Azt, hogy leszek-e főpolgármester jelölt, azt március végéig el kell döntenem, el is fogom dönteni. Mert hogy nem biztos, hogy az LMP lesz csak? Hogy mert csak... most ugye tágította a kört. Szerintem arról soha nem is volt szó. Tehát mindig azt mondtam el itt is, hogy sok civil szervezet... Ungár Péter, illetve az LMP részéről azért arra jött megerősítés, hogy ön... Ez nem kérdés. Én nem azt mondtam, hogy az LMP, nem csak azt mondtam, hogy az LMP egy szervezet, de egyébként számos civil szakmai szervezet unszol arra, hogy vállaljam ezt el, és induljak el ezen a főpolgármester választáson. És március 31-ig fog kiderülni, tehát az a deadline ön számára? Igen. Köszönjük szépen. Köszönöm.